Bírósági történetek, igaz történetek a tárgyalóteremből, bírói döntések, jogesetek, tények. Az igazságot keressük, nem a szenzációt. Köszöntöm Önöket! A véletlen hozta, hogy majd egy napra esett két büntetőügyben fontos dolog. Az egyik, hogy meglett a Teréz körúti robbantó, a másik, hogy az Alkotmánybíróság döntött, nem kell kitakarni az intézkedő rendőrök arcát a rendőrségi akciókról készült képesbeszámolókban. Nos, a robbantóról folyamatosan jönnek a hírek, így azt magam nem taglalom most. Az Alkotmánybírósági döntést azonban nem hagyhatom szó nélkül. Biztos sokszor bosszankodva nézték, hogy a televíziók tudósításában egy büntetőügyben minden el van homályosítva. A nagy liberalizmus hozta túlzott személyiségi jogi védelem eredményeként nem lehet mutatni a terhelt arcát, ha nem járul hozzá, aztán meg a rendőrökét sem lehetett. Ha az ember nem így tett, azt kockáztatta, hogy kártérítési pert vesz a nyakába. Sok ilyen per volt, ezért is került az ügy végül az AB elé. A szerkesztőségek fizethettek a rendőröknek, mert megmutatták az arcukat. Nos, most az Alkotmánybíróság ilyen, az intézkedő rendőrökről készült sajtófotók közlését tiltó bírósági ítéleteket semmisített meg. Hadd tegyem hozzá, volt köztük kúriai döntés is. A bíróságok korábbi elképesztő ítélkezési gyakorlata szerint ugyanis a nyilvános helyen munkájukat végző rendőrök nem minősültek közszereplőnek, így róluk felismerhető fotó csak a beleegyezésükkel volt készíthető és volt hozható nyilvánosságra. Persze öncélú közlésre most sincs mód, például egy sebesült rendőrről nem lehet fotót közölni csak úgy. Nos, ez ad valami reményt abban a világban, ahol olyan farizeus jogszabályok vannak, hogy amíg egy személyt keres a rendőrség, addig agyba főbe körözik a fotóját. A cél, hogy felismerjék az emberek. Aztán meg, amikor az illetőt elfogták és eljárás alá vonták, akkor meg szemérmesen már csak nevének monogramját lehet kimondani, az arcát meg ki kell takarni. Majd nézzék meg a robbantó esetében, ha csak nem járul hozzá, hogy az általa minden valószínűség szerint nagyszerű tettet elkövető az arcát is megmutathassa országnak, világnak. A rendőrök arca tehát mutatható intézkedés közben, ehhez pedig egy mondat. Vannak országok, ahol a rendőrök éppen arra büszkék, ha az elfogott bűnöző mellett állhatnak, mint egy jelezve sikeres a munkájuk, amire büszkék lehetnek. Szerintem a robbantó elfogása után van is mire büszkének lenniük. Lássuk is ezek után képes ajánlónkat. A kúria nyilvános végzésével igazolta az 1956-os forradalom után államellenes bűncselekmények vádjával kivégzett Nagy Imre és társai ügyében az akkori ítéletek semmiségét. A két 1958-as döntés csak formáját tekintve bírói ítélet, valójában nincs közük az igazságszolgáltatáshoz. A forradalmat megtorló büntetőügyek bírái ügyészei gyors talpalon fél év alatt szereztek jogi szakvizsgát. Sokan úgy képviselték a vádat, vagy hoztak ítéletet, hogy még érettségiük sem volt. Jogerősen ítélték el immár a miskolci masszörnőt. Jogerősen 16 év fegyházbüntetésre ítélte a debreceni ítélőtábla a miskolci masszörnőt, aki megölt egy házában lakó idős asszonyt még 2011 nyarán. A táblabíróság, Balla Lajos vezette tanácsa ezzel helyben hagyta a miskolci törvényszék megismételt eljárásban hozott elsőfokú ítéletét. Mint ahogy korábban a megismételt eljárásról beszámoltunk, a vádlott masszörként dolgozott Miskolcon. 2011. augusztusában a munkahelyén nézeteltérésbe keveredett egy a házban lakó 86 éves özvegyasszonnyal, akit zavart, hogy a lakóépületbe idegenek járnak be. Az idős asszony azt kifogásolta, hogy a házban elhelyezett a masszőri tevékenységet reklámozó tábla miatt az újságos nem tudja a postaládába bedobni a lapokat. A vita eredményeként a vádlott bántalmazta a sértettet, megtaposta a bordáit, majd egy zsinórral megfojtotta. Ezután vásárolt egy takarófóliát, a holttestet ebbe becsomagolta, ragasztószalaggal körbetekerte, majd a szépségstúdió alatti emeleten lévő iroda ajtaja elé rakta. Másnap az irodába érkező alkalmazott értesítette a rendőrséget. A vádlott az eljárás során tagadta bűnösségét. A gyilkossággal vádolt masszörnő ellen szólt egyébként egy videófelvétel, amely egy boltban készült, ahol épp olyan fóliát vásárolt a masszörnő, amelybe végül a meggyilkolt asszonyt becsomagolta.
Az asszony az elsőfokú ítélethirdetéskor rosszul lett, feltehetően öngyilkossági szándékból, gyógyszereket vett be a bíróság mosdójában, ezért kórházba vitték, majd pszichiátriai kezelésre, ahonnan akkor megszökött. Miután azonban elfogató parancsot adtak ki ellene, jobbnak látta akkor, hogy maga jelentkezik a rendőrségen. Az asszony egyébként korábban is állt már bíróság előtt, magánokirat hamisításért, csalásért, amiért felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A miskolci törvényszék már 2014-ben tárgyalta az ügyet. Akkor nem tudta kétséget kizáróan megállapítani a masszörnő bűnösségét, ezért az elsőfokú ítéletben a nőt akkor felmentették az emberölés vádja alól. Most a megismételt eljárás másodfoka zajlott, aminek a végén jogerőssé vált az ellene hozott 16 év fegyházbüntetés. Nézzük az aktuális történeteket. A soroksári ügyben nincs előrelépés, Schönstein Sándor viszont megítélten megkapta a 10 millió forint kártérítését. Nincs áttörés a soroksári gyilkosság tettesének felderítésében. Az elmúlt két esztendőben több ezer DNS minta elemzését végezte el a rendőrség, és továbbra is keresik a tett helyszínén elhaladó vagy parkoló fehér kis teherautó tulajdonosát. Mint ismert, Gyuri Krisztina a soroksári töltés mentén kocogott, amikor a támadás érte. A 2013-ban történt bűntényben feltételezhető, hogy az elkövetők ketten voltak, egy fiatalabb és egy idősebb férfi. Az idősebb volt a domináns, ő folytogatta kötéllel a nőt, és ő is erőszakolta, a fiatalabb pedig lefogta az asszonyt. Az új idők úgy tudja, elképzelhető, hogy a nő ismerte a támadót. A rendőrség korábban gyanakodott egy testes férfire, aki levelezett a nővel, de a nő kezén található DNS minták nem egyeztek. Továbbra is él az 5 milliós nyomravezetői díj. Sem az állam, sem Schönstein Sándor nem fellebbezett a kártalanítási perben hozott elsőfokú ítélet ellen, így az jogerőre emelkedett. Emlékezetes, hogy szeptember közepén ítéletet hozott a Debreceni Járásbíróság Schönstein Sándor kártérítési perében. Schönstein 26 millió forintot követelt, a bíróság 10 millió 367 ezer forintot ítélt meg neki. Az ítélet akkor nem volt jogerős, mindkét félnek az ítélet készhezvétele után 15 napja volt fellebbezni. Most kiderült, valóban nem fellebbeztek, így az ítélet jogerőre emelkedett. A férfit vádolták édesanyja Balla Irma megölésével, de végül felmentették a vád alól, a mostani kártérítési igényt a börtönben ártatlanul eltöltött évekre kérte és kapta. A kúria végleg semmissé tette Nagy Imrék 1958-as koncepciós perét. Nem véletlenül az 1956-os forradalom évfordulójához köthetően a kúria nyilvános ülésen meghozott végzésével igazolta az 1956-os forradalom után államellenes bűncselekmények vádjával kivégzett Nagy Imre és társai ügyében az akkori ítéletek semmiségét. A határozat leszögezte, hogy a két 1958-as döntés csak formáját tekintve bírói ítélet. Valójában nincs közük az igazságszolgáltatáshoz. A kúria a legfőbb ügyészség indítványára adott igazolást annak az ítéletnek a semmiségéről, amelyben 1958. június 15-én halálra ítélték Nagy Imrét, Gimes Miklóst és Maléter Pált. Továbbá börtönbüntetéssel sújtották Kopácsi Sándort, Donát Ferencet, Tildi Zoltánt, Jánosi Ferencet és Vásárhelyi Miklóst. Valamint egy másik eljárásban, az év tavaszán halálra ítélték Szilágyi Józsefet. Ezzel kapcsolatban a kúria leszögezte, igazságszolgáltatásnak nem nevezhető színjáték zajlott, ártatlanok bűnösségét mondták ki, legitim kormányzat tevékenységéért szabtak ki büntetést. Nagy Imre miniszterelnök és társai ügyében már 1989 nyarán hatályon kívül helyezte a három évtizeddel korábbi ítéletet a kúria jogelődje, a legfelsőbb bíróság, és felmentette a vádlottakat. A legfelsőbb bírói fórum akkor kimondta, hogy a Nagy Imre per a maga korában hatályos jog szerint is törvénysértő volt.
A mostani határozat ennél tovább ment és leszögezte, hogy a két 1958-as döntés csak formáját tekintve bírói ítélet. Valójában nincs közük az igazságszolgáltatáshoz. Az indokolásban emlékeztettek arra, hogy az egyfokú jogorvoslat kizárásával zajló eljárásban még kegyelmet sem kérhettek a halálra ítéltek. Az 1958. június 15-én meghozott halálos ítéleteket másnap végre is hajtották. Köszöntöm a stúdióban dr. Magyar Gábor ügyvédet. Jó napot kívánok! Ügyvéd úr, ugye én most szó szerint idézem, mert így célszerű, hogy a kúria igazolta a Nagy Imrék elítélésének, tehát az ítéletnek a semmiségét. Hogyan értelmezhető ez, mikor tulajdonképpen ugye már korábban volt egy rehabilitáció 1989-ben, ugye a rendszerváltás hajnalán? Így van, tehát 1989-ben az akkori legfelsőbb bíróság, a legfőbb ügyész törvényességi óvása eredményeként felmentette Nagy Imréjéket, és hatályon kívül helyezte az 1958-as jogerős ítéletet. Most pedig a törvény mondta ki már 2000-ben, hogy ezek az elítélések, nem is ítéleteknek nevezte ezt a jogalkotó, hanem elítélések, ezek a törvény erejénél fogva semmisek, mégpedig azért, mert olyan durván sértették az eljárásjogi alapelveket, annyira tisztességtelen eljárások voltak ezek. Tulajdonképpen ezt is mondta az indokolásban a jogalkotó, hogy ezek nem voltak mások az 1958-as elítélések, mint bírósági díszletek között lefolytatott politikai leszámolások. Annyira összeegyeztethetetlenek ezek a mai értékrendünk szerint a jogállami büntető eljárás joggal, hogy ezek nem is igazi ítéletek. Tehát tulajdonképpen akkor ezt mondta ki most. És ezt pedig igazolta a kúria, tehát hogy a törvényben meghatározott feltételeknek ezek az 1958-as koncepciós perek és elítélések megfelelnek, és a törvény erejénél fogva ezek semmisek. Tehát most már egyére szabottan egy, mondjuk így, hivatalos okirat szól arról, hogy ezek az elítélések semmisek. Úgy, mint egy rendes bírósági tárgyalás történt. Ugye egyébként zárt ajtók megett volt az legfőbb ügyész indítványára az eljárás, és aztán az ítélet pedig maga nyilvánosan. Hogy zajlott ez? Hogy kell ennek zajlania? Tehát az 1958-as eljárás az zárt ajtók mögött zajlott. Mondja, arról senki nem tudott, tehát évek múlva derült ki tulajdonképpen, hogy mi történt. Most a mostani eljárás egy nyilvános ülésen zajlott, tehát elvileg oda el lehetett jönni. A hozzátartozókat igaz nem hívták meg, ők ezt egyébként azt hiszem okkal nehezményezték, tehát a kegyeleti célokat mondjuk ez az eljárás így ilyen módon nem tudta szolgálni. Ez lényegét tekintve az igazságszolgáltatás önvizsgálata volt. Tehát tulajdonképpen arra kellett a bíróságnak választ adni, hogy hogy lehet az, hogy bírák ehhez asszisztáltak 1958-ban, hogyan juthatott el olyan alacsony szintre az igazságszolgáltatási rendszer, mennyire tudott a politika belefolyni a bíróságok működésébe 1958-ban, hogy ilyen halálos eredményű eljárások egyáltalán megszülethettek annak idején. Tehát azt gondolom, hogy ez egyfajta önvizsgálat volt, és egyfajta reparáció volt. Rehabilitálni értem szerintem már nem kellett Nagy Imréket, tehát mindenki tudja, aki a történelemkönyvet olvasta, hogy ők milyen mártírrá váltak. Hát akkor ítéletet inkább a bíróság önmagáról mondott most ki. Most jutott el odáig az igazságszolgáltatási rendszer, hogy a jogalkotó segítségével belátta ezeket a korabeli hibákat, és a saját eszközével próbált ezeket reparálni. No, éppen akkor most célszerű meg is állnunk, mert a Heti Válasz közli azoknak a bíráknak a neveit, akik részt vettek ezekben a koncepciós eljárásokban, hiszen tulajdonképpen itt az igazságszolgáltatás ebben még mindig adós, hogy meg kell nevezni azokat a személyeket is, akik az igazságügy részéről eljártak ezekben a koncepciós eljárásokban. Az 1956 utáni megtorlás egyik eszközeként használták fel az igazságszolgáltatást. A kommunista állam ördögi rendszere jogi díszletek közé tette az előre megírt, kidolgozott büntetőpereket. Gyártottak hamis bűnt, hozzá bűnjeleket foglaltak le, hamis tanukat állítottak és hamis bírák számára kiadták az előre megírt ítéleteket. Persze sok bíró nem adta fel így hivatásra eszméit és lemondtak a bíráskodásról, vállalva ezzel a létbizonytalanságot, a szakmából való elüldözést. De sokan voltak olyanok,
akik minden lelkiismeret furdalás nélkül megtették, hogy ártatlanokat küldtek a halálba. Ők voltak a vérbírák. A Heti Válasz most egy listát közöl róluk névvel és életrajzzal. A bírák és ügyészek életútjának vizsgálata alapján kitűnik, hogy voltak közöttük olyanok is, akiknek nem volt jogi végzettsége, de hithű kommunisták voltak. Hogy mégis valamiféle ismeretre szert tegyenek, a Bírói és Államügyészi Akadémián egy év alatt kaptak szakjogászi oklevelet. Igaz, a képzésből fél évet így is a kommunista ideológiai oktatás vett el. Sokan úgy kerültek ide, hogy még érettségiük sem volt. Példa erre Kelemen Kornélis, aki az angyalföldi munkások perében járt el ügyészként. Hat elemit végzett, ávós lett, 54-ben beiratták az említett akadémiára, ahol a minősítése szerint is gyenge írás és fogalmazási készséget mutatott. Tóth Ilona perében első fokon eljáró ügyész Molnár György is hat elemit végzett és fodrász segédként dolgozott. Laus Kapál szintén hat elemivel és szabó segédi oklevéllel érettségi nélkül lett legfelsőbb bírósági bíró. Ügyvéd úr, visszatérve a témánkhoz, ez tulajdonképpen egy rendes tárgyalásos eljárással történt már, mint ez a semmiség kimondása. Éppen ezért volt ugye ügyész, az ügyész indítványára történt, és voltak benne védők, így ön védőként vett részt. Igen, tehát a négy kivégzettből három kivégzett családtagjai, egyenesági leszármazói adtak részünkre ügyvédi meghatalmazást, a többieket pedig kirendelt védő képviselte. Ez egy kontradiktórius eljárás volt, tehát nyilvánvalóan védői oldalról is elmondhattuk a véleményünket erről az eljárásról. Nyilvánvaló volt, hogy egyébként a törvény erejénél fogva helyt kell adni az ügyészi indítványnak. Mi részben az eljárás kifogásoltuk, tehát az, hogy a hozzátartozók feje fölött átnyúlva került sor ennek az eljárásnak a megindítására, és egyébként hát felszólalásomban egyfajta történeti visszatekintést adtam, és azt próbáltam bebizonyítani ott a bíróság előtt, hogy igenis volt politikai befolyás, tehát ezeket a bírókat ideológiai alapon próbálta a korabeli pártvezetés irányítani. Igaz, konkrét ítélettervezeteket valószínűleg nem adtak a kezükbe, de azt a keretet, az ideológiai keretet, amiben egyébként banális cselekményeket be lehetett illeszteni, azt maga az MSZNP, tehát az egy párt határozta meg, és a bírák, mint párttagok ennek az ideológiai alapnak megfelelően jártak el, tehát meggyőződésük nekik megvolt, csak ez egy ideológiai meggyőződés volt. Nagy Imrék perében a bírák sorsa hogy alakult? Hát ők például Vida Ferenc, aki ugye végülis a halálos ítéleteket nagyon kimondta. Nagyon hírhet név, igen. Ismerjük, ő a legfelsőbb bíróságon maradt, egészen a 70-es évek közepéig, és talán tanácselnök is volt, és talán kollégiumvezető helyettes is, tehát igazán nem tört meg az ő karrierje, sőt, hát békében dolgozhatott, és még arra is volt benne energia, hogy 1989-ben egy életút interjút adjon, ami ma is elérhető az interneten is, illetve az archívumban, ahol elmondja, és tulajdonképpen megerősítette, hogy ma is elítélni Nagy Imrét, nem mondta, hogy ismét halálra ítélni, de azt mondta, hogy tulajdonképpen ő megérdemelte a sorsát, tehát semmiféle megbánást ilyen formában ő nem tanúsított. A döbbenet egyébként számomra mindig is Nagy Imrék perében a kimondott halálos ítélet, hogy idáig el tudtak menni a bírák. Ez kellett az, hogy előtte a parlament, pontosabban az elnöki tanács, ugye, mert ezek törvényerői rendeletek voltak, tehát a jogalkotó 1956 és 58 között olyan formában módosítsa az eljárási törvényeket, hogy lehetőség nyíljon a népbírósági eljárásra, a gyorsított eljárásra, a statáriási eljárásra, ezek különböző eljárásjogi megoldások voltak, és mivel a bírák nagy részt egyébként nem volt hajlandó részt venni ezekben a különleges csökkentett garanciákat kínáló eljárásokban, lemondtak a hivatalukról. Tehát 1958-ra, amikor a Nagy Imrék elleni pert le kellett folytatni, már egy kontraszelektált bírói kar működött az akkori legfelsőbb bíróságon. Gyors talpalóval vége. Nem. Ők ott dolgoztak. Fel. Ők bírák voltak, volt jogi végzettségük, legalábbis az elnöklő bírónak, de aki nem volt hajlandó ebben részt venni, már korábban lemondott. Az igaz, hogy népbírákat megválasztottak, ők laikusok voltak, politikailag elkötelezettek, őket a párt javaslatára az elnöki tanács nevezte ki, és olyan is előfordult egyébként, hogy a úgynevezett profi bírákkal szemben ők kardoskodtak, tehát a népbírák adott esetben, hogy valakit ítéljenek halálra. Tehát volt egyfajta összeütközés is
adott esetben a hivatásos bírák és a népbírák között. Nagy Imre ügyében nem volt ilyen, azt tudjuk. Ott egy hangú volt a határozat, és egyébként az elfogultságánál fogva kizárt népbíró is részt vett ilyen módon az eljárásban. Például az egyik népbírónak a férjét 1956-ban a pártház elleni ostrom során ugye megölték. Tehát nyilvánvalóan ellenérzéseket táplált ő a vádlottakkal szembe, ez senkit nem zavar, sőt valószínűleg azért volt ő ott, hogy elkötelezettségénél, elfogultságánál fogva azt az eredményt tudja garantálni, amit a párt egyébként elvárt. Tehát ebből is látszik, hogy maga az eljárás még a látszatban sem adta meg, a látszatra sem adott, hogy ez egy teljes mértékben tisztességtelen eljárás volt, ami hát semmibe vette az eljárási garanciákat, és annyira durvák voltak ezek az eljárási szabálysértések, hogy a jogon kívülivé tették az egész eljárást és elítélést. Köszönöm szépen, ügyvéd úr, hogy befáradt a stúdióba. Én is köszönöm. Tisztelt nézőink, mi pedig folytassuk műsorunk végén a külföldi érdekes jogi eseteivel. Meggyilkolták a mexikói drogbárok ügyében bíráskodó Vincent Bermudez Zacariast. A Sinaloa kártelt irányító El Capo Guzmán, más néven a köpcös, legújabb fellebezései miatti büntetőeljárásokat vezető tanácselnök bírót házától nem messze kocogás közben lőtték fejbe hátulról. Videófelvétel is készült a merényletről, melyet hétfőn hajtottak végre ismeretlen elkövetők. Nem messze a 37 éves férfi Metepeki otthonától, 40 kilométerre Mexikóvárostól. Zacarias számos drogbáró ügyében bíráskodott, de El Capo más néven a köpcös ítéletének fellebezései miatt vált közismerté. A bíró nem csupán a köpcös által irányított Sinaloa kártelt haragította magára, de a Zetas kártel egyik fontos bandatagját is az ő közreműködésével zárták börtönbe, nem messze Zacarias házától. Emlékezetes, hogy a köpcös korábban kalandfilmbe illő módon egy kézzelásott alagúton szökött meg a börtönből. Fél éves bujkálás után akadtak ismét a nyomára és tették hűvösre. Tisztelt nézőink, ezzel a bírósági történetek mai adása véget ért. Természetesen továbbra is írjanak nekünk, ha tudunk, segítünk, vagy bemutatjuk a jogi esetet, amely közérdeklődésre számíthat. A címünk változatlan, találkozunk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt, és természetesen addig se feledjék. Az igazság ideát van. A viszontlátásra!